Kanabisz ültetvényt számoltak fel a rendőrök 2024. szeptember 8-án és 9-én Szombathely közelében, a 87-es főút és a szombathelyi repülőtér közötti bozótos, bokros területen. A repülőtér mellett tűz keletkezett egy illegális szemétlerakónál, ehhez érkeztek tűzoltók, akik sikeresen megfékezték a lángokat a kánikula utolsó napján. Egy hektárnyi terület égett le. A kárhelyszínt elhagyó egyik tűzoltóautó csak nagyon lassan tudott haladni a szűk és rossz úton, a tűzoltóknak így volt idejük nézegetni a magas felépítményű járműből. Így szúrta ki valaki a bozótosban az üdezöld növényeket, amik jobban megnézve nem fenyőfa csemeték voltak. Egy szűk ösvényen lehetett bemászni a tüskés bokrok között az ültetvényhez, ahol a szárazság ellenére kitűnő állapotban pompáztak a kanabisz tövek. Az értesített rendőrök napnyugtakor érkeztek, és éjszaka a régóta várt eső is megerett. Másnap délelőtt visszamentünk a helyszínre, hogy megnézzük, mi maradt ott. A 87-es főútról lekanyarodva azonnal kiszúrtunk a távolban egy sötét színű autót a repülőtéri sorompó közelében, jóval messzebb az ültetvénytől. Elgondolásunk szerint vagy a rendőrök hagytak ott rosszul álcázott autót kamerával, vagy a termesztők jöttek terepszemlére. Az autónkat a főút mellett hagyva gyalog indultunk el, de nem mentünk be az ültetvényhez, hanem elsétáltunk a lesötétített hátsó üvegű autóig. Még szolidan integettünk is a feltételezett kamerába, de az autó mellett elhaladva láttuk, hogy abban senki nem ül az első ülésen. Előről visszanézve, kamerát keresve, aztán megláttuk az autó vezetőjét a hátsó ülésen, az ölébe hajolva pedig egy lényegesen fiatalabb lányt, aki egyértelműen nem kanabiszt szívott. Mindannyian meglepődtünk. Az autó távozásáig diszkréten figyeltük a repülőtér közelében felépült ipari létesítményeket. Közben villant be a felismerés, hogy feltehetőleg egy hasonló légy ott után kipöccintett csík boríthatta lángba előző nap az illegális szemétlerakót, ami a közeli ültetvény bukásához vezetett. A rendőrök minden kanabisztövet eltakarítottak, csupán pár lehullott levél árulkodott arról, miért vágták ki pár méteres szakaszon az útmenti bokrokat. Információink szerint Szombathelyen jelenleg 3 és 6 ezer forint körül mozog a marihuána grammonként. A rendőrök miatt így feltehetőleg több millió forintnyi bevételtől estek el a termesztők. Azt nem tudjuk, hogy a rendszeres locsolást hogyan oldották meg, talán kutyasétáltatásnak álcázták a dolgot, ha pedig valakinek feltűnt volna a fejenként cipelt 40 liter víz, akkor megmondhatták volna azt, hogy szomjas a kutya. A rendőrség kiérkezése előtt szívesen megnéztük volna a magas bolica területet, de a repülőtér miatt ott repülési tilalom vonatkozik a drónokra, és mivel a kifutópálya mellett volt az ültetvény pár száz méterrel, így attól sem kellett tartani az ültetvényeseknek, hogy a kanabisztövek felett érkezik alacsony magasságban a repülőgép. Összefoglalva, feltehetőleg egy szexturista által illegális szemétlerakó helyen okozott tűz miatt füstölt el a marihuána termesztők haszna, és még a rendőrök is keresik az ültetvény gondozóját. A szlengben az előbb felsoroltakat hívják röviden szopásnak.